szőlő fejlődését szeretem látni, a metszéstől, a rügytől, a rügyképződéstől kezdve egész a virágzásig, a termésig. A borba pedig szintén a bor készítésre palackozásig. Ez egy nagyon szép, nagyon érdekes folyamat. Én vagyok a családban az emlékezés szerint 5. generáció, aki borral és szőlővel is foglalkozik, Orsi lányom 6. generáció. Az elején a vendéglátástól a palackozásig minden családi keretek között végeztünk. Én voltam a borász, én voltam a szőlőmunkás is. 10 év ezelőtt fogalmazott bennünk, hogy egy igazi, modern, korszerű borászat kéne létrehozni. Banki segítségeknek köszönhetően nőttünk meg. Létszámunk 25 főre terjedt. Úgy tudnám esetleg számléltetni a kis háztáji birtoktól mondjuk a 25 hektárig, illetve 1-200 palacktól a 180-200 ezer palackig. 2008-ban volt egy fejlesztési lehetőségünk. Egy nagy, korszerű pincét építettünk. Jelenleg Közép-Európa legnagyobb kupolás pincéje. Takarékpontot azért választottuk, mert a személyes kapcsolatunk megvolt előzőekben a bankkal, és a probléma megoldó képesség nagyon-nagyon kiváló volt. Kis területen működünk, mindenkit szinte személyesen ismerünk ügyfeleink közül. Elmondtuk a terveinket, kijöttek megnézni, hogy mit szeretném most, hogy megnézték a helyszínt, vagy utána persze megnézték a számokat, megnézték az üzleti terveket, és azután döntöttek arról, hogy mi olyan partnerünk, őket érdemes támogatni. Takarékszövetkezetünk alapelve egyébként sok év óta, hogy a vidékre is eljussanak azok a támogatott hiteltermékek, amelyek éppen a hitelezési palettán országos viszonylatban megtalálhatók. A takarékpont által kínált lehetőségeket egyrészt az épülettel kapcsolatos beruházások fejlesztésére, forgóeszközeink fejlesztésére, palackozó üzem létesítésére, hordóparkunk fejlesztésére használtuk fel. Az új konyha, illetve az Optimus étterem ennek a hitelnek köszönhető. Mi a legkomolyabb technológiákkal, illetve technikákkal dolgozunk bent a konyhában. A völgy 2 milliárd forint érték, egyik része, majdnem a fele uniós támogatásból került ide hozzánk. 2012-2013-as évet tekintve olyan 10 000-re tehető a vendégek száma. 10 év tehát visszamenve nagyon sokat fejlődtünk, de úgy gondolom van még előttünk ide, és tudunk is. Terve van a szálláshely kapacitásnak a bővítése, vendégházakat szeretnénk építeni, illetve egy nagyobb hotelberuházás is. A takarékpont nélkül szerintem ilyen gyors fejlődés nem lehetett volna megvalósítani.